Egyesek azt mondják, hogy egy bizonyos szint fölött már nem adhatod egy bizonyos szint alá, és valószínűleg ez a motiváció egy ilyen A8-as mögött. Az árulkodó zöld rendszámon kívül, ebből a picike E betűből, elől pedig a menetfényből látszik, hogy ez hibrid A8-as, meg persze ott van még a plusz töltőcsatlakozó az oldalán. A hibrid A8-as tűzerejének nagyját ez a 3 literes V6-os turbós benzinmotor adja, ez 340 lóerő és 500 Nm nyomatékot tud, ez ugye önmagában is bőven elég lenne, hogy elcipelje ezt a 2,5 tonnát, de ehhez jön még a hibrid hajtás. Az elektromotort a 8 sebességes automata váltó házába integrálták, a kicsit több mint 14 kWh-s lítium-ion aksi pedig ott van a csomagtér padlója alatt. Jóval kisebb lett a csomagtartó, csak 390 literes, de még ebből is egy csomót elfoglalnak ezek a borzasztó kábelek, amik itt vannak egy hatalmas táskában, és lehet közülük válogatni bőven, hogy mivel akarjuk etetni ezt az aksit. Ugye csatlakozótól függően 2,5 vagy akár 6 óráig tart ez a művelet, és azon gondolkoztam, hogy mennyire vicces lesz majd ezzel pénzbe hajtani a trafikok előtt, mert így a rettegő kis boltosok nem fogják hallani, hogyha bekerreg a dízel, egyszerűen csak csendben besuhan a nagy fekete A8-as, és mekkora meglepetés lesz, amikor ki kell nyújtani nekik a borítékot. Itt van körülöttünk ez a rengeteg tablet meg érintőképernyő, az egész tényleg olyan, mint egy ilyen kisebb elektrotechnikai szórakoztató központ. És nem az benne a legjobb, hogy bármikor csak összecsatlakoztatom a telefonomat, és akkor minden elérhető ott, vagy az, hogy itt van ez a digitális műszeretség, amit úgy konfigurálok, ahogy szeretnék, hanem maga az utazás élménye a jó. Az, hogy tényleg azt érzem, hogy egy ilyen rendíthetetlen márvány tömbben ülök, amiben nem érhet baj, mert oké, az útról nem sokat tudok meg, mert a kormányzás olyan audisan steril, viszont minden pontos. És elképesztő, hogy mi minden vigyáz ránk közben, a sávtartótól a holtérfigyelőn át, a keresztforgalomra figyelmeztető asszisztensig minden van. Sőt, hogyha oldalról jön ütközés, akkor hirtelen meg is tudja emelni a légrugó, hogy a becsapódás minél alacsonyabbról érkezzen, hogy nekünk egész biztosan ne legyen bajunk. Ott van mellé ez a remek összkerék kormányzás, ami miatt olyan, mintha két mérettel kisebb autót próbálnék átfűzni itt a kanyargós utakon. Egész egyszerűen zseniális. Tényleg benne van az úri holmi érzés, hogy ez még valami egészen más értékrend alapján készül, mint azok a krumplik, amiket Q8-nak hívunk. A hosszított A8-as Audi tengelytávja több mint 3 méter, és ez mind azért van, hogy itt hátul baromi kényelmes legyen ülni és utazni, akár keresztbe is tehetem a lábamat gond nélkül, hogyha pedig be akarok sötétíteni, akkor csak megfogom ezt a kis tabletet, és mindenféle rolót itt elkezdhetek irányítgatni, a hangulatvilágítást, de az egészből a kedvencem a LED Matrixos olvasólámpa. Ha viszont ezekkel már kijátszottam magam, akkor itt van előttem ez a hatalmas tablet, amin kereshetek magamnak egy klasszikus zenei koncertet, amíg beérünk a városba a reptérről. Ha minden tűzerőt bevet, akkor 449 lóerő, és borzasztóan sok 700 Nm nyomaték tekeri akár mind a négy kereket. Az Audi szerint az üzemű fékek a használat 90%-ában egyszerűen nem kellenek, mert ahelyett ott az elektromotor az éppen eleget fékezget, mindössze 0,3G-s lassulás felett kezd el ráharapni a tárcsára ez a haddugattyús nyereg.
itt a vezető körül lehet érezni igazán, hogy mennyire 2020 az A8, hogy alig vannak benne gombok. Van néhány a kormányon, meg egy, amivel beindítom, minden más viszont kijelző. Itt középen rögtön két érintőképernyő van, amik ráadásul haptikus visszajelzősek, tehát hogyha megnyomok egy virtuális gombot, akkor visszaröcögnek az új percemre, hogy tudjam, hogy megnyomtam őket. Az 5 méter feletti luxus limuzin alapvetően egy konzervatív műfaj, ez jól látszik magán az autón is, viszont az A8-asban borzasztóan sok kütyű van, meg még itt van ez a hibrid hajtás is, de ez mind nem ment annak a rovására, hogy ebben még mindig nagyon-nagyon jó utazni. Ez egy igazán remek autó.